Hello mindenki, László vagyok, ez pedig itt az Assassin's Creed Origins Pharaoh's Cut-nak a hetedik része. Előző részben, hajaj, kit visznek itt? Előző részben megöltük Atont, vagy Enaton, vagy nem tudom már, hogy hívták a előző fáraót, akit úgy kifingattunk, de nagy nehezen sikerült, első próbálkozásra természetesen, csodával határos módon, tényleg. És akkor most az a feladatunk, hogy beszéljünk Izidórával. Lássuk, mi lesz a következő célpontunk, ki lesz a következő. Nefertiti and Akhenaten are no more. I defeated them in the Duat. You have seen the land of the dead, yet still live. No. It was a trick of the mind. I walked through the field of reeds, felt the breeze against my skin, but I was never there. I doubt I ever will be. Never doubt it. I do not need to know what you have done to know that there is a way. I will help you find it. The Aten. Akhenaten passed it to his successors. It could have been stolen from any of their tombs. I hear Tichon's funeral is taking place soon. Did his ledger reveal anything else? He knew the tombs quite well. No. Irsu, the Baal that robbed Nefertiti's tomb, did say he was working with others, but... well... What happened? Is he dead? Soldiers coming. Please, you should not be seen. Kérésed parancs. Priestess, a question. We have been investigating a ring of unsanctioned tomb robbers. Imagine my surprise when our prime suspect turns up dead. I know you had your differences, so tell me, priestess, who killed Tichon? Tichon? Was he not one of yours? Oh. A comrade of your strategos? Perhaps one of his allies grew tired of sharing the profits of the desecrated tombs. Did you find a dagger in his back? There are many who wished his death. How will you narrow your search? Steer clear of Tichon's funeral. Do a thorough search. See what she is hiding. Okay, találjuk meg Tichon villáját. Azt hittem hirtelen, hogy le kell merényletelni az emberkét, de akkor ezek szerint nem. Oké, okay, most itt ellavírozgató... meghaltam. Oké, hova is kell mennünk pontosan? Viszont szerintem... én ide szeretnék gyors utazni. Jó. Itt van valahol egy küldetés, kit kell megkeresnünk. Ott van akármi is az. Oké, nem estem olyan nagyot. Tichon villája, oké. Beszivárgok, mint a talajvíz. This place is heavily guarded. That's right, my friend. Nem férek be, igaz? Nem. Their slavish mourning leaves me time to search his villa. Ne csapj akkor a zajt! Jó. The strategos men have already been through here. What did they miss? Ah,
Locked. I need another way in. Aha, oké. Okay. Egyszer. Tihon and Ersu are working together. Te zsák tehéntrágya, te fizest ki, amivel tartozol, vagy Osiris-szel elvágom a torkodat. Kockára tettem Atames haragját, hogy megszerezzem neked a legutóbbi fogást. És micsoda fogás volt? Arany, karneol, még egy csillagszilánkokból készült kardot is. Fizess a fáraók, eljönnek a hazugokért és csalókért. Hirsu. Másik. The strategos ordered his men to apprehend Tihon. Tihon, öreg barátom, még mindig barátok vagyunk, nem? Higgy nekem, ha azt mondom, ez nem személyes, megegyeztünk abban, hogy felosztjuk a sírokat, és meghallottam, hogy az embereid guberálnak a területemen. Talán azok a katonák, akik viszik ezt a levelet, tisztázhatják ezt a félreértést. Oké. Okay. Itt kívül van még valami. Ó, oh, ez tele van. Oké. Okay. Á! Tihon's papers are undisturbed. Mhm. What is this? Oké, okay, elrontottam. Vagy nem tudom. Someone else is looking for the relic. So, who are you, Lotus? Okay. The ship docked in Swenet. That is my next port of call. I should find the scribe's office. The manifest might tell me who the ship belongs to. Mm-hmm. Treasures from the Pharos. Quite a hoard. Oké. Okay. Jó. Teljesítsd a vér a vízben küldetést. Vér a vízben. Tihon halálával Bejek felfedezi, hogy más is keresi az erekjét. Suanet felé indul el, hogy megkeresette a titokzatos Lotus hajóját. Oké, okay. Merre van ez a titokzatos Lotus? Erre lefele. Meg szerencse, hogy videón kívül kicsit felfedezgettem itt a területeket. Kettő darab, írjátok és mondjátok, kettő darab kilátópont van, az pedig a még két fáraónak a sírkamráján, vagyis hát a túlvilágon belül van kettő. Szóval már csak az a kettő kell az összes kilátóponthoz. De amúgy meg vagyunk, szóval ide megyünk gyorsan. Utazz el Suanetben. Látogass meg az írnokot Suanetben. Oké, okay. Odáig kell elfutnunk elvileg. Lássuk, ez az írnok mit tud nekünk mondani arról, hogy hova tűntek a cuccok. Vagy akármi más. Te mi vagy? Kecske. Kécske. Na. Hol az az írnok? Ah. Na. Kap-kap. Van itthon valaki? Place looks deserted. Where could he have gone? Hmm. Ooh, and you are? Looking for the scribe. You and half of Yebu. But no one has seen him since yesterday. I need to find him. Well, are you not strong and masterful? But why would I know where he is? I am only the one who pays his wages. Ah. Wait, wait. I cannot bear to see anyone so crestfallen. Try the hunter's village. He has a taste for exotic meat, if you know what I mean. Hmm. No, no, I don't.
Hippo, silly! Or maybe he headed to the papyrus village for more paper. Thank you, Neb. No, thank you, Neb. And if you do find him, tell him he is fired. Kedves. Szóval, keresd meg az írnokot, délre utazott. Arra szeretem, hogy köszönöm. Amúgy Szenunak a növekedés érzékelése még mindig nem növekedett annyira, hogy 200 méter környékéről is érzékeljük a dolgokat, hanem ugyanúgy 150 méter a maximum, és egyszerűen nem. De hát ez már csak ilyen marad. Ott van valaki, vagy valami. Valamelyik a kettő közül, mindjárt kiderül. Hát itt valaki balesetet szenvedett. Aha. This doesn't look good for the scribe or the manifest. Bandits ambushed him. I need that manifest. They must have taken his belongings to their camp. Yippee. Osztaz merre van. Pont arra. Oké. Okay. Elárasztott farm, rejtek hely. I see. De itt tele van üzékkel, nem? Aha. Ott vannak embereink. Shit, low. Fejbe. Hey! Not going anywhere! Oh no. Nem igaz, hogy nem találom el rendesen. Erre az utolsóra muszáj. This is the location. Okay. Says it docked south of Yebu. Hopefully it's still there. Jó, viszont túl sokan vagytok. Cikcakba. Shit! Nothing gets through. This is the Lotus ship. Says it docked south of Yebu. Mm-hmm. Hopefully it is still there. Szóval Szuanet hajójegyzék felút, csak kereskedő, Ámon jutalma, szörmét és bort szállít Alexandriába. Kereskedőhajó jelöletlen, Yebutól délre kötött ki a Lotus. Felukka felúcsa, akármi. Szobák büszkesége, gabona, méz, gyapjú. Yeah, und merre kell mennünk arra. Itt van egy gyors utazási pontunk, ami is az per kb. Közel van. És már innen látom azt a hajót, ami kell nekünk. Reméljük nem lesznek rajta túl sokan. És végre kiderítjük, hogy ki az a Lotus. Oké. Akárki is volt az, nagyon mérgesek vagyunk rá. Jaj! Na?
Nem égett el a cica. De viszont elfutott. Franc. Te miért rász itt a vízbe derékig? De jó, hol támad föl most? 139 méterre, oké. Okay. Mindjárt 100 méteren belül leszünk, akkor ránézünk, hogy mennyien vannak a fedélzeten. Oké. Okay. Ah, tele vannak krokodilokkal. Mármint, ja. Viszont talán sikerül elkerülnöm őket. De észre fognak venni valószínűleg. Aha, már észrevett. Ah, looks like it has already been boarded. Na. Ah, ezek felfalnak. Oké. Okay, megbeszéltük. Lotus parancsa. Scattered papers and contracts for valuable artifacts. Handfell amfora Lotus borából egyben kell elérniük Thébába. Ha rájövök, hogy az embereit beleittak, minden hiányzó cseppét meg foglak korbácsolni. A Lotus valószínűleg csak elírták. Someone tried to throw him overboard. They tortured the sailors. For information. Uh-huh. A lot of blood. Someone dragged a body towards the edge of the deck. But where did it end up? In the water? A distraction, maybe. There was a fight here. But someone dragged a body overboard to try and create a distraction. Did they make it to the shore? No. Pieces of broken relics. They left the precious cargo untouched, looking for information, not profit. Uh-huh. Pottery. Very fine craftsmanship. Pottery. Very fine craftsmanship. Uh-huh, okay. Ah, all this food will go to waste. Előfordul. A kígyó. Más nincs. Arra kellene nekem elmennem. Itt vannak vérfoltok a vízben. De jó, krokodil észrevett, látom. Those brutes are nothing but trouble. Okay.
Szerintem az emberekkel kellett volna beszélgetni, nem csak ők ugye elfutottak. Vagy nem tudom. Nem? Those brutes are nothing but trouble. Killing innocent merchants now. I am not sure that Lotus is innocent. But they can do what they want. No one would dare defy them. They run the relic smuggling ring in Yebu. Everyone is a thief and a liar. The smugglers, the soldiers, all lining their pockets with blood money. Mm-hmm. Nem tudok veled beszélni. Ire, ti ugye! Á, itt van valami. That's... Someone stole your horse. Did they come from the ship? Yes. Some rust-haired demon. Slithered from the river like an otter. Stole Ganymede and rode off towards the smuggler's village. And your clothes? A man cannot even have a refreshing swim without thieves and vagabonds setting upon him. Now, what am I supposed to do? Pray to Sobek to return your robes. Az is egy megoldás. Találd meg a vöröshajú tolvajt. Reméljük meg lesz. Oké, ott van. Holdátkozó falu. Az igen. Na jó, megint feltámadt egy fáraó árnyékom. Jó. De vele már egyszer találkoztunk. Sutek? Of course. How many more red-headed thieves are out there? Thief? I'm no thief, Bayek. Ah, your uncle's auction. That fisherman's horse. When you put it that way... I know you are on the ship. Who owns it? Troubled dogs my every step. Am I responsible for those desecrators? Can I help it if one was my blood, another pays my wage? The ship, Sutek. Ah, yes. Now that was an adventure. Uh-huh. I was doing important work when we were boarded. Of course, the crew panicked. Me, I was cool as a breeze at the oasis. They were shouting for Merti to come out, but she was never on board. Wait, the merchant woman? They searched the whole ship, killed anyone who got in their way. Until they found the captain. Dragged him out, kicking and cursing. Killed his men in front of him until he told them where she was. I was the only survivor. Crocodiles below me, soldiers everywhere. I made my epic escape. By throwing a dead man in the water to distract the beasts. Now we have established your heroism. Where is Merti? Probably at her villa west of Yebu, the house of the Blue Lotus. It's by the pretty waterfalls. Ah. I could come with you. Fight by your side. I will find her. And you, keep out of trouble. Of course, of course. I wonder,
How would someone become a smuggler? I am asking for a friend. Aha. Persze. Jól van, de akkor szerintem most itt lenne vége ennek a résznek, remélem tetszett nektek. Ha tetszett, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, írjatok kommentet. Következő részben megkeressük ezt a Mertit, aztán meglátjuk, mit teszünk vele. Valószínűleg megöljük. Bár ezt még ki tudja. Szóval, remélem várjátok a következő részt. Köszönöm a figyelmet, Lac voltam, minden jót. Sziasztok!